Dolgozik a mocsárjáró kotrógép a Tiszaörvényi Morotvában. Ez a markoló elsősorban a mederkotrást és a halágy kialakítását végzi, de a beruházásban egy IMS hajó is részt vesz, ami a lepelkotrást hajtja végre. A gép teljesítménye kiemelkedő, óránként 280 köbméter iszapot termel ki. A hajó a szokottnál nehezebb körülmények között dolgozik, ugyanis a tó vízállása jóval alacsonyabb, mint amire a szakemberek számítottak. A vízállásuk egy kicsit alacsonyabb lett, mint amire számoltunk, így a hajó csak a középső sávokon tud végigmenni, így az iszapot be kell elé termelni, ami egyébként nem probléma, csak időigényes, valamint nagyon kemény az altalaj, így nehezen bontja meg a hajó, hogy megfelelő szintre lejussunk, és borzasztó megmaradt tuskó található a területen. A lepelkotrással mintegy 60 cm vastag iszapréteget távolítanak el az ajzatról, még az 1 km hosszú halágy mélysége 2,5-3 méter lesz. A kitermelt iszapon további szárazföldi élettér is létrejöhet, amely akár árvíz idején a vadállomány túlélését is segítheti. A beruházás január első napjaiban kezdődött és kiemelkedő fontosságú, ugyanis a Tisza nagy mennyiségű hordaléka miatt mára a feltöltődés veszélyezteti a tavat. A Tiszaörvényi Morotvában nyaranta 70-80 cm-es a vízszint, ami már nem elfogadható a halak és más élőlények számára. De az ilyen mondjuk pontszerű, jól kiválasztott területeken, ahol értelmes a kotrás, azokat el kell végezni, ezzel meghosszabbítjuk a halgazdálkodás, horgászturizmus idejét ezen a tározón. Nagyon hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a fenntartható halállománnyal számoljunk itt több tíz év múlva is. A kotrás várhatóan március 15-ig elkészül. A mostani beruházás befejezése után elkezdődik a következő kotrás tervezése. Az elképzelések szerint a Tiszaörvényi Morotva után a Janafok medre szabadul meg az iszaptól.